Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Deli Kinga vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A hősökre emlékeztek. Szekszárdon megtartották az 1956-os forradalom kitörése kapcsán rendezett emlékprogramot. 1956-os forradalom. Tolna megye szerte megemlékeztek a Szabadságharc 66. évfordulójáról. Egész családot megmozgató program. A második dombóvári terménybőrze az Életfa Nagycsaládos Egyesület szervezésében. Gyereksvábbá tartottak Szekszárdon. 30 éves hagyománya van a rendezvénynek. Október 23-ának ma is élő üzenete van. Erről beszélt Szekszárd alpolgármestere a forradalom kitörésének 66. évfordulója alkalmából. Az 56-os emlékműnél több százan rótták le a tiszteletüket a hősök előtt vasárnap délelőtt. Ruszkik haza! Független Magyarországot! Az első Béla gimnázium diákjai elevenítették fel az 1956. október 23-án kitört Szabadságharc legfontosabb eseményeit Szekszárdon. A fiatalok műsora a forradalom kitörésétől a véres megtorlásokig mutatta be a 66 évvel ezelőtt történt eseményeket. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt mondta, ahhoz, hogy az 1956-ban véres csaták során elkezdett függetlenedési folyamat eredményei és hőstettei ne váljanak semmivé, ma is meg kell dolgoznunk. A tét nem kicsi. 1000 évnél is idősebb magyarságunk megmentése és a vihar utáni jövőjének biztosítása. Ennek egyetlen biztosítékát pedig csak az összefogás teremtheti meg. Olyan összefogás, amely képes a szűk csoportérdekeken felülkerekedni, rövid távú céloknál távolabb látni, a személyes kis győzelmek helyett a nemzet egészének sikerébe gondolkodni. Szekszárd alpolgármestere azt is kiemelte, hogy ugyanúgy, mint 1956-ban, most is széleskörű összefogásra van szüksége a hazai lakosság körében. Mire tanít bennünket mindez közel 7 évtizeddel később? Meggyőződésem szerint arra, a példa nem csak erőt ad, hanem kötelességet is hordoz. Mert 2022-ben súlyos kihívásokkal terhelt napjainkban nincs más esély a békés túlélésre, mint az összefogás, a közös érdekek felismerése és megfogalmazása. Szekszárdon a program az 1956-os emlékmű megkoszorúzásával és mécsesek elhelyezésével ért véget. A hétvégén Tolna megye szerte tartottak megemlékezést az 1956-os forradalom 66. évfordulójának tiszteletére. A településen versekkel és zenés műsorokkal idézték fel a szabadságharc eseményeit. Lehet, hogy holnapra vége, eljön a szabadság végre. Dombóváron a József Attila Általános Iskola tanulóinak műsora színesítette az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmával tartott megemlékezést. Az ünnepségen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke mondott beszédet, aki hangsúlyozta, pontosan annyi idő, 33 év telt el már a szabadságban Magyarországon, mint amennyit előtte a szovjet befolyás alatt kellett élni. Amikor most 66 év távlatából az 1956-os eseményekre gondolunk, Góliát, Dávid és Góliát harca jut eszünkbe. Megjelent ugyanis egy behemót zsarnok, nem túl okos, azzal az igénnyel, hogy szolgálva alárendeltét tegye az Isten magyar népét. Meg volt győződve, hogy senki nincs ebben az országban, aki kimer állni ellene, de tévedett. Arról is szólt, a határon túl a Kárpátalján élő magyarság most hasonló eseményeket él meg, mint mi 1956-ban, hiszen folyamatosan szirénák riasztása között kell élniük az orosz-ukrán háború miatt. Az alelnök kiemelte, Tolna megye lakossága a háború áldozatainak megsegítésekor példát mutatott szolidaritásból. Bonyháron a Perczelmór Technikum tanulói tették emlékezetessé az ünnepséget. A Völcségi Városban Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Kiemelte, hogy fontos magunkat és a felnövekvő nemzedéket is emlékeztetni ezekre a történésekre. A történelemben voltak olyan események, amelyek
nagyon-nagyon komolyan befolyásolták Magyarország történetét. Ez az egyik ilyen volt, és azt gondolom, hogy meg kell emlékezni, meg kell tisztelni ezt a napot azzal, hogy beszélünk róla néhány szót, elhelyezünk egy koszorút, gyújtunk egy emlékezés gyertyáját, hiszen akkor is rengeteg ember áldozatba került ez a forradalom, és ugye hősök voltak ezek az emberek. A musét után fáklyákkal indultak, hogy lerújják tiszteletüket az emlékhelynél, az 56-os bonyhádi hősök sírjánál. Magyarország, te vagy a szívem, írva Magyarország. Tolnán a hősök terén a Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak zenés műsorával kezdődött az 56-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmával tartott megemlékezés. Az előadás után a város polgármestere Apelszó Felágnes mondott beszédet az összegyűlteknek. Kiemelte, az 56-os hősök magasra tették a mércét, példát mutattak hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből, és abból a hihetetlen szabadságvágyból, amíg végig kísérte a magyarság életét. Ránk, akiknek ezek az évtizedek nem egyedül a történelem könyvekben léteznek, hanem még emlékeinkben, saját tapasztalásainkban is, jelentős feladat hárul. Meg kell ismertetnünk fiataljainkkal történelmünk azon korszakát, mert csak így van esély arra, hogy megértsék, mekkora drága kincs a szabadság, a nemzeti függetlenség. De most itt vagyunk, emlékezünk. Bátaszéken is a gimnázium tanulói adták az ünnepi műsort a helyi művelődési házban. A településen hagyomány, hogy minden évben más-más szemszögből tekintenek vissza erre a 66 éve történt eseményre. Az idei beszédet egy 20-as éveiben járó bátaszéki végzős egyetemi hallgató Göbül Gabriella mondta. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága élted hazádért így adtad oda, amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. És azt gondolom, hogy ő tökéletesen tolmácsolta a mai fiataloknak a gondolatát 56 eseményei kapcsán, és talán utat is mutatott a fiatalok számára, hogy ez a naptárban nem csak egy piros betűs ünnep, sokkal komolyabb dolog ennél. Hiszen ez az időszak egy nemzetnek és az akkori nemzedéknek egy sorsfordító, szívszorító időszaka volt. Adi kérdezte sorsa éjjelén. Lehet-e az ember ember és magyar? Feleltek ti, bátor szent fiúk, lássuk, a világ most vélünk mit akar. Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket tiporni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek ti, szent fiatalok. 5 nap, s 5 véres szörnyű éjszaka, a csillagokba írta szentelt nevetek. Dudka Ákos költő, Adi Endre egykori barátja és harcostársa gondolataival kezdte ünnepi beszédét Szabó Péter Paks polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján tartott megemlékezésen. A városvezető beszédében kiemelte, a forradalom napjainak lelkülete minden jó érzésű magyar embert átjárt, megihletett, erőssé, hőssé és csak egy kicsi időre is, de szabaddá tett. De a forradalmárok még egy fontos ajándékot biztosan örökül hagytak nekünk. Ez pedig a szív bátorsága és örök fiatalsága. Igen, aki képes legyőzni félelmeit, aki szétosztja önmagát és lemond akár életéről egy nagyobb jóért, annak szíve mindörökre fiatal marad. A megemlékezésen közreműködtek a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói. Az ünnepség végén elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Városháza előtti téren, az 1956-os emlékműnél. Hazatérve a frontról és a hadifogságból, újra ott folytatta, ahol abba hagyta. 3 év után azonban jött egy olyan eszme, amelyből Magyarországon is valóság lett. Ez volt a kommunizmus. Faddon Bordácsné Pap Mónika történelem tanár beszédében saját nagyapja történetén keresztül mutatta be a sztálinista terror elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcot, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Hazánk első embere szovjet mintára elindította politikai, gazdasági és társadalmi változásokat. A terror átjárta a mindennapokat. Beépült a családok,
és sajnos a közösségek életébe is. A besúgók és az ÁVÓ, későbbi AVH emberei tették a dolgukat. A beszédet követően a város vezetői, az intézmények, a társadalmi szervek képviselői elhelyezték koszorúikat a helyi általános iskola előtt felállított kopjafánál. Majd a megemlékezés a művelődési házban folytatódott, ahol a résztvevők a diákok előadását tekinthették meg. Több száz motoros vett részt október 23-án délután az 5. szezonzáró motoros gurulás Tolna megye útjain elnevezésű rendezvényen. A barátságtalan idő ellenére a látványos felvonuláson több mint 300 motoros vett részt számos egyesületből, baráti társaságból, Tolnából és a környező megyékből. A résztvevők Szekszárdról indultak, Tolna, Fad és Dunaszentgyörgy érintésével, majd visszafordultak és Szálkára érkezett meg a több száz fős motoros csapat. Elaludt a volánnál az a férfi, aki vasárnap a reggeli órákban a 6-os számú és az 56-os számú főutak találkozásánál lévő körforgalom Szekszárd felőli kihajtójánál okozott balesetet. A fiatalember Pécs irányából Paks felé közlekedett, majd az úttest jobb szélén letért és nekiütközött a szalagkorlátnak. A rendőrök az igazoltatás során látták, hogy a férfi ellen körözés van érvényben, így őt az egyenruhások elfogták és előállították. A sofőr csak használója volt a rongálódott gépkocsinak, amit a tulajdonosa nem iratott át saját nevére időben, így most ellene szabálysértési feljelentés indul. Második dombóvári terménybörze névvel hirdette meg idén is őszi nyílt programját az Élet Fanat Családos Egyesület a Békepark területén. Az évszakhoz kapcsolódó feladatokat úgy állították össze a szervezők, hogy az az egész családnak szórakoztató kikapcsolódást szerezzen. A délelőtt folyamán a Szigeterdőben 7 állomás várt a vállalkozó kedvű érdeklődőkre. Elengedtelek. Közösségépítő program részesei lehettek a második dombóvári terminderbire kilátogató családok. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület törekedett rá, hogy a 7 állomásos rendezvényen mindenki találhasson kedvére valót. A szervezetnek vannak kimondottan csak a tagságnak szóló programjai, de mint ez is, nyitott eseményeik is, amelyel sokakat szeretnének megmozgatni, mondta el az egyesület elnökségi tagja. Tavaly volt az első, és igazából ez a szüreti fesztiválok hangulatát egy kicsit új szemlélettel közelíti meg. Különféle játékos feladatokat adunk a gyerekeknek, családoknak, olyanokat, amikben őszi terméseket és betakarított terményeket kell felhasználni. A kalandos próbatételek alkalmával nem csak a testet, de az elmét igénybe vevő feladványok is vártak a családokra délelőtt folyamán. A talicskás ügyességi feladat mellett a rovásírás is helyet kapott a feladatok sora között. A Kovács család, akik 5 gyermekkel érkeztek, fontosnak tartják az egyesület programjait. Mindig törekszünk arra, hogy olyan programokon vegyünk részt, ahol minden korosztálynak megfelelnek a lehetőségek, és ez például egy ilyen program, ahol a kicsitől a nagyig mindenkit be tudunk vonni, és együtt tudjuk tölteni az időt. A hagyományteremtő rendezvény jövőre is várja majd az érdeklődőket Dombóváron. A kismányoki tündérpiac ötlete 2021 májusában fogalmazódott meg a szervezők fejében azzal a céllal, hogy legyen egy fórum a helyi termelőknek és kézműveseknek, ahol bemutathatják a portékájukat. Már az első rendezvény is nagy sikernek örvendett, így azóta minden hónapban a téli időszak kivételével kitelepülnek az árusok, hogy találkozhassanak a vásárlóikkal. De nem csak vásárlásra van lehetőség, programok is színesítik a piacot. A legutóbbi például tökfaragáson vehettek részt a kilátogató családok. Maga ez a környezet is ad egy olyan nyugodt pihenési lehetőséget, mert nem csak ide jön és bevásárol és elmegy, hanem lehetősége van leülni, akár egy kenyérlángost megenni, a zenét hallgatni. Ha gyermekkel jön, főleg a nyári jobb időben, mert most azért borult az ég, nyári időben homokoznak a gyerekek, akkor ebihalaznak. Tehát a gyereket nyugodtan elengedheti, hiszen az országút az távol esik. 30. alkalommal rendezte meg a DNS Valéria általános iskola a gyerek svábbált.
A jubileumi ünnepség a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében kapott otthont, ahol a fellépő csoportok színvonalos produkciója mellett népviseleti bemutató és süti vásár is várta az érdeklődőket. Német nemzetiségi viseletben járják a táncot a gyerekek az október 22-én megrendezett gyermekschwab bálon. A Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola tradicionális ünnepségének, ahol az intézmény diákjai és családjaik vettek részt. Az iskolában hosszú múltra tekint vissza a német nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a hagyományápolás, aminek része az évenként megrendezett bál is. Ennek a gyermekschwabbálnak az a jelentősége, hogy itt bemutathatják a gyerekek azokat a tradíciókat, azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyet az iskola tud a gyerekeknek nyújtani, és a szülők megtekinthetik, hogy milyen eredményességgel végeztük ezt a munkát. A szülők és a gyerekek schwab süteményeket sütöttek az alkalomra, amiket a márványteremben lehetett megnézni és megvásárolni. A süti vásár arról is szólt, hogy megmutassák, őrzik és ápolják a nemzetiségi hagyományt a családokon belül, épp úgy, mint az iskolában. Nem csak egy német nemzetiségi nyelv oktatásáról van szó, hanem a kultúráról, a hagyományápolásról, a tradíciónak a felelevenítéséről. A bálon az iskola kórusa és tánccsoportja mellett az ifjúsági fúvószenekar is fellépett, valamint népviseleti bemutatót és versenyt is rendeztek a hagyományokhoz híven. Regionális híreink következnek. Takarékossági terv ingatlan cserével. Vihetik a bőrklinikát a Mandulás kempingért Pécsen. Eltüntettek 12 000 használt gumiabroncsot Baranyában. Folytatja az illegális hulladéktelepek felszámolását a kormányhivatal. Felfedezésre biztatnak. Új bringás ponttal, pihenővel és kerékpárokkal bővült Balatonföldvár. Elfogadta a pécsi közgyűlés a megyeszékhely energiatakarékossági tervét. A javaslatcsomagban azonban szerepelt a volt bőrklinika átadása a Mandulás kempingért, ami miatt már korábban többször tiltakoztak a jobboldali frakciók. A pénteki rendkívüli ülésen azonban a baloldali koalíció támogatásával létrejöhet a csereügylet, ami az ellenzők szerint jelentős vagyoni hátrányt jelent Pécsnek. A pécsi önkormányzat energiatakarékossági terve került a városi képviselők elé a rendkívüli közgyűlésen pénteken. A 104 pontos javaslatba csempészték be a volt bőrklinika épületének és a Mandulás kemping már korábban is botrányt, tiltakozást kiváltó csereügyletét. Erről beszélt az egykori alpolgármester és volt DK-s, ma már független képviselőnő. 200 millió forintos haszonért átadunk egy olyan ingatlant, amit az ingatlan szakértő forgalmi értéken közel 1 milliárdra értékelt, és beszámítunk majdnem 800 millió forint plusz áfáért egy kempinget, amiről a kutya nem kérdezte meg, hogy vajon a piacon mennyit ér. A jobboldali frakciók, illetve a Momentum képviselői is tiltakoztak a bőrklinika átadása ellen. Több módosító intézmény érkezett, hogy az ingatlan cseréről külön döntsenek, de ezeket leszavazta a baloldali többség. A gazdasági alpolgármester azt mondta, a kormány ingatlan eladást vár az önkormányzatoktól. Egyértelműen, kötelezően több százmillió forintos ingatlan értékesítési bevételi javaslatokat vár az összes önkormányzattól, annak érdekében, hogy a későbbi tárgyalások során bármilyen nemű támogatásra lehessen szó. Ezt a támogatást a megnövekedett rezsiköltségek fizetésére kapnák a pécsi városházán. Ezért került be az energiatakarékossági javaslatok közé a bőrklinika és más ingatlanok eladása, mondta az alpolgármester. Még ebben a válságos helyzetben is a baloldali érdekkörök pénzzel tömése a cél. Valójában erről szól, hogy áron alul átadják a bőrklinikát, mondta a Fidesz frakció vezetője. Mondom, hogy a Péter Katilának hívják a polgármester. Három éve munkálkodnak azon, hogy valamilyen módon helyzetbe hozzák az önöket finanszírozó baloldali pénzembereket. Egészen védhetetlen alpolgármester úr ez a szándék. Felhívtam a figyelmet már a javaslataim során is, hogy ez semmiképpen ne emeljék be a jelenlegi csomagba, már csak azért sem, mert az a mód is, ahogyan önök ezt most egy csereügylet keretében véghez kívánják vinni, én azt gondolom, hogy az önök számára az egy jelentős lépés, a börtön kapuja felé.
Végül a tiltakozások és aggódó hozzászólások javaslatok ellenére az ingatlan cserével együtt szavazták meg a pécsi energiatakarékossági tervet. Ez rövidebb nyitvatartást, kevesebb energiafelhasználást, bezárást jelent az önkormányzati intézményeknél novembertől. Miközben zöld utat kapott a közel 1 milliárdos bőrklinika átadása 200 millió forintért és a lepusztult Mandulás kempingért cserébe. Mintegy 12 ezer használt gumiabroszt tűnt el Pécs határából a Baranya megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási szakembereinek intézkedése nyomán. Ugyanis a hatóság felszólításainak eleget téve a cserkúti telek tulajdonosa közelmúltban teljesen megtisztította a területet. A 120 tonna abroncs szakszerű ártalmatlanítása is garantált, a hulladék egy része a pécsi gumifeldolgozóba, másik fele a királyegyházai cementgyárba került. Több ezer használt autógumi a főút mellett Pécs közelében, ez a látvány fogadta a közlekedőket a Cserkúti úton évekig. Egy kovács telepi cég telephelye volt ez a terület. Ezt az állapotot számolták fel a megyei kormányhivatal szakemberei, miután rengeteg bejelentés érkezett a hatósághoz. 500 köbméter, ez 120 tonnányi évek alatt felhalmozódott gumihegyek álltak a városban. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek a jó érzését bántotta, szégyene volt a hatos út melletti területnek, és hát jó egy évnyi jogi hadakozás eredményeképpen ma ki tudjuk jelenteni, hogy ez a 120 tonnányi, ez kb. 12 ezer, még kimondani is nagyon sok, 12 ezer gumiabroncs tűnt el onnan a területről. Az autógumik újrahasznosításra, illetve a királyegyházi cementgyárba kerültek megsemmisítésre. A kormányhivatalban külön keretből számolják fel az ilyen és az ehhez hasonló illegális hulladéklerakókat, tudtuk meg Horváth Zoltántól. A Tisztítsuk meg a Magyarországot program keretében több mint 100 millió forint értékben tüntetünk el illegális hulladéklerakó helyszíneket számolunk fel pontosabban. Egy közbeszerzés eredményeképpen itt a Biokommal dolgozunk együtt. Arról tudunk beszámolni, hogy szeptember eleje óta, mióta elindult ez a tevékenység, eddig 7 helyszínen, év végéig ez több mint 30 helyszín lesz. Ezen a 7 helyszínen eddig több mint 5000 tonna hulladékot tüntettünk el. A főispán azt mondja, a programot szeretnék folytatni a jövőben is. Bár jó eredményekről tudnak beszámolni, de még igen sok munkájuk lesz a kisebb-nagyobb illegális hulladéktelepek felszámolásával. Új bringás ponttal, pihenővel és kerékpárokkal bővült Balatonföldvár. A nyugati strandnál kialakított területen lehetőség lesz kerékpár tisztításra, bérlésre, felszerelések vásárlására, illetve vizes blokkok is várják a túrázókat. A projekt részeként számos információs táblát is elhelyeztek a térségben, amelyek elsősorban a Balatontól délre eső bringa útvonalak felfedezésére buzdítják az érdeklődőket. A balatoni kerékpár turizmus csaknem megduplázódott az elmúlt 3 évben. Ez köszönhető az egyre jobban kiépülő kerékpárutaknak és a szolgáltatásoknak, hangsúlyozták a résztvevők a Balatonföldvári bringáspont átadóján. A mi projektünknek is ez volt az egyik célja, hogy a balatoni bringakört, amit nagyjából mindenki ismer, hagyják el a kerékpárosok, távolodjanak el 5-10-15 kilométerre, tegyenek olyan körtúrákat, amik leágaznak a balatoni bringakörről, például a Somogyország belsejébe, és onnan utána visszatérnek ide a balatoni bringakörre. Ez azért is fontos, mert ma nagyon sokan a Balatont a bringakörrel azonosítják, és nem is tudják azt, hogy adott esetben a tópartól 5-10-15 kilométerre eltávolodva egészen különleges világokat lehet. Balatonföldvár elsők között gondoskodott arról, hogy a kerékpáros turizmust minél jobban kiszolgálhassa, fogalmazott köszöntőjében Holovics Huba polgármester. Balatonföldváron a kerékpáros turizmusnak megvoltak az infrastruktúrális alapjai, talán ezért is esett ránk a választás. 2011-ben, amikor a balatoni bringakör még csecsemő éveit taposta, Balatonföldváron már 3,5 kilométer hosszan létesült részben, önálló részben úteshez kapcsolódóan kerékpárút, ami itt halad el előttünk, és erre tudott rátelepülni a mostani központ. A Balatonföldvárén kívül még 2 ilyen szolgáltatópont várja a kerékpárosokat a Balaton partján, az egyik Keszthelyen, a másik pedig Balatonfüreden. Mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket újra, röviden. A hősökre emlékeztek.
Szekszárdon megtartották az 1956-os forradalom kitörése kapcsán rendezett emlékprogramot. 1956-os forradalom. Tolna megye szerte megemlékeztek a szabadságharc 66. évfordulójáról. Egész családot megmozgató program. A második dombóvári terménybőrze az Életfa Nagycsaládos Egyesület szervezésében. Gyereksvábbá tartottak Szekszárdon. 30 éves hagyománya van a rendezvénynek. Kedden egy gyenge hidegfront vonul át felettünk, hatására a délelőtti időszakban országszerte borongos idő lesz jellemző. Elszórtan, időszakosan kisebb eső, zápor is előfordul, de tartós jelentős csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!